Szeretettel meghívom Önt és kedves családját első önálló festménykiállításomra. Ez a mondat tölti be a Pócsmegyeri Kisbíró című periódika júniusi címlapjának jelentős részét, amiből az olvasó azt hihetné, fiatal, pályakezdő művész első nagy lépését tekintheti meg a Pócsmegyeri rendezvényközpontban. Balga György azonban kiforrott, érett művészként érte meg ezt a napot. Megmondom őszintén, hogy apám elvitt egyszer Csorba Simonhoz, az Modostoron lakott egy festőművész, hogy foglalkozzon velem, mert hogy lát bennem valamit. Egy óráig tartott körülbelül a beszélgetésünk, mert volt egy nagy vászon kifeszítve, és mondom, a művész ebbe törli az ecsetét, ne is ki is dobott minket. Ennyi volt a festészeti tanulmányom nála. Megyek a úton, látok valami, egy tájat, vagy valamit, és hát mindig hallottam, hogy a festők azok így csinálnak egy ilyet, hogy akkor az a képnek az egy kép. De most valahogy én már ránézek egy képre, mondom, itt először újságból láttam egy fényképet, egy valamit, akkor kivágtam úgy, ahogy magamnak láttam, hogy ez egy festmény alak, és az jó lesz. De most már nem kell, megyek a utcán, látok egy ilyen, látom, hogy innen tüdejközlek, ez egy jó kép lenne, és akkor vagy ki rajzolom egy kis füzetbe, és akkor beírom sárga, piros, zöld, stb. De most mivel van telefon, lefotózom, és akkor ennyi. Mikor először ilyen ötödikes voltam, csodáltam a festőket, hogy festenek egy fát, és hogy mennyit kell ott körbe festeni a leveleket, hogy ott legyen az ég. Aztán rájöttem, hogy nem kell előbb az éget kell megfesteni, és utána kell a fát festeni. De hát akkor még kicsi voltam, és nem olyan szinten voltam, mint a mai fiatalok, akik már úgy kezelik a számítógépet, meg minden, mi nem voltunk olyan okosak gyerekkorunkban, de viszont mi nekünk volt gyerekkorunk, mi játszottunk. Ők meg más csinálnak. Balga György 60. születésnapjára a családjától és a Pócsmegyeri rendezvényközponttól kapta ajándékba a szélesebb körben való megmutatkozás lehetőségét. Igen, a szélesebb körét, mert a családi és baráti körben már a kezdetektől jelentős rajongó tábora volt, mondta a kiállítás megnyitón a művész húga, Martonné Balga Andrea. Én nagyon szeretem a képeit, biztos elfogult is vagyok, mert kicsikorom óta látom, hogy rajzolgat, meg nekem is szokott adni, és akkor mindig versenyzünk a testvérekkel, hogy melyik kié legyen. Emlékszem, ezt talán elárulhatom egy kis, nem készültem ezzel, de el szeretném árulni, hogy festett, vagy rajzolt zsírkrétával, ilyen hullámos kartonpapírra, egy parasztházat, szénabálával, ilyen tanyavilágot. Nekem ez nagyon megtetszett. És hát gyerek voltam, 12-3-4 éves, és Csobánkára jöttem hozzá, hoztam a hónom alatt büszkén, és jöttek a német turisták, hogy az nekik kell, azt ők megvennék. Hát gyerek voltam, lehet, hogy most se adnám oda, de akkor ezt oda nem adom, nincs az a pénz, ezt most szereztem a bátyámtól. Festettem én, természetesen festettem portrét, itt nagyon nehéz, tudtam csinálni ilyeneket, föl is lehet ismerni, kollégákat megfestettem, de leginkább a természetben a szeretek gombászni, a természetet, leginkább a vizet, a víz az éltető elem, a vizet, a levegőt, mindenféle színekben. Van, ami megfog, vagy volt olyan, hogy szerintem én dolgoztam egy ABC-be, a doboziba, és jöttek be vevők, és akkor 3-4 ilyen karikatúrából, tessék itt vagy, jaj, de jó, köszönöm szépen, hasonlítás, és ment tovább. De nem mindenkit, akinek olyan volt a karakter, hogy meg tudtam fogni egy percet valakit, azt nehéz, azt... De ha nagyon muszáj, akkor kikockázom a képet, és akkor kockáról kockára kirajzolom, de ha nagyon valaki rendel, és nagyon meg akarom csinálni. De tájképeket meg az nem tudom annyira elrontani, mert tájkép most egy faj kicsit arrébb van, de a tájképbe is bele kell vinni valamit, hogy egy faj egy kicsit kapcsolódik egy másik fához, összetekerődzik, mintha lenne ott egy érzelmi kapcsolat. Valami egyénit hozzá kell tenni. Balga Györgyről minden közhely elmondható a saját erejéből, tehetségéből kitörő ösztönös művészről. Nem voltak mesterei, nem végzett művészeti főiskolát, sem anyagilag, sem művészileg nem támogatta senki. Bármilyen hihetetlen, egész életében hentesként kereste kenyerét, de alig várta, hogy a nap végén letegye a bárdot, és ecsetet foghasson a kezébe. Az eredmény pedig szemmel látható, mondta a kiállítást megnyitó Bozsó Zsuzsa, festő, grafikus művész. Festmények a falon. Látvány, vizuális inger. Nem lehet megenni, nem lesz tőle gyorsabb az internetünk. Nem jutunk vele hamarabb A-ból B-be. Úgy tűnik, semmi előnyt nem nyújt a hétköznapok gyakorlatában.
és mégis. Az őskor embere több millió évvel ezelőtt a barlangja falára előre megfestette a sikeres vadászatot, és hitte, hogy így valóban eredményes lesz. Föl kell támasztani a kezem, mert így nem is nagyon tudok festeni. Tálványon van, akkor valamit megfog, és akkor így, mert nehéz a kezem, mert várdal azért. Már 40 évet ledolgoztam, mint entes, és a várd azért a súlyos, és kicsit azért. De van, mikor aztán annyira ideges vagyok, és festek, és akkor festek, egy képet összefestek, abból nem lesz semmi, lekaparom, és utána lenyugszok másnapra, és elkezdek a legkisebb ecsetet előben, amit csak létezik, és abban kezdek, és akkor miniatűreket, és akkor nyugodt vagyok, így kijön az a idegesség, vagy valami, és akkor utána nyugodtan. De a színekre mentem, vagy a színek, tehát a sárga, a piros, az ilyen, a kék a legjobb színem, de hogy nem szeretem a... Mondjuk a fiamnak festettem azt a szafarit, de egy kicsit sötét lett, de azért van benne világos is. Az olyan sötét színek azért szomorúak, nem akarok szomorú képet csinálni, csak vidámat. A 60 éves Balga Györgynek nem csak a pócsmegyeri kiállítása, de egész életpályája meglepetés. Képein harmonikus egyénisége, a világot talán a valóságosnál is szebbnek láttató optimizmusa tükröződik vissza. Szentendrén született, Szigetmonostoron nevelkedett. Ötödikes lehetett, mikor a művészet megérintette. Egyszerű rajzok, diafilmek keltették fel érdeklődését a művészet iránt. Attól kezdve sokat rajzolt, fejlesztette önmagát. Aztán felnőttkor, család, unokák, szorgos, munkás hétköznapok. Taposó malmában teltek az évek sora. De György nem adta fel. Közben rajzolt, festett, szerelemből a maga örömére. Szentendrében nagyon szerelmes vagyok, szerintem az a legszebb város a világon. Ezt mindenhol nem voltam még, de voltam Görögbe is, meg mit tudom én, de Szentendre egy kicsit kötődök a szerbek között, mert félig meddig szerb vagyok, de ezt mondjuk nem akarom reklámozni, de hozzáteszem, hogy nagyon szép a Dunapartról, hát Monostorról, a Dunapartról, a öregvégi utcák, a épületek, minden. És egy csomó szentendrei képem is volt, na hát azt meg ugye Szentendrén adtam el, mert azért a fizetés nem, ezt sem akarom reklámozni, nem volt nagy azért a, egy egyszerű ABC-be is, azért kis mellékes volt, de az csak olyan festékár volt, de vitték a képeimet, úgyhogy volt, aki rendelt egy szentendrei képet, mert volt nekik, én mit tudom én, Floridában, vagy valahol Kaliforniában volt neki egy rokona, és nem megették a téli szalámit, meg mit tudom, és festettem egy képet neki Szentendrén, mert szentendrélyek voltak. És ott is van nekem. És örömmel megvette, kivitte. De sajnálom, de még Szentendrén fogok festeni, mert ott dolgoztam, és jöttem hazafelé, és minden utcát lefotóztam, és de azt meg is vették hamar. Most már nem adnám annyira, mert olcsón adtam. De szépek voltak.